Ez itt Madrid, itt vagyunk az Európai Konzervatív Pártok csúcs találkozóján. Egész Európát leginkább ma a magas energiaárak kérdése foglalkoztatja és gyötri. A magas energiaárak azért álltak elő, mert Brüsszel elhibázta a klímapolitikát. Arra a gondolatra épített, hogyha fölemeljük az energiaárát, akkor az segít a klímavédekezésben. Ez a gondolat megbukott, az energiaárak növelése tönkreteszi a családokat, családok millióit, és tönkretesz egész nemzetgazdaságokat. Ezt a politikát meg kell állítani. Magyarországon ugyan a családokat védi a rezsicsökkentés, de a fenyegetés állandó, hiszen Brüsszel újabb és újabb áremeléseket javasol. Ezt meg kell állítanunk, erre szövetkeztünk, ebben egyeztünk meg ma itt Madridban.